Köszöntöm a kedves nézőket, Pécsi István a vendégünk, a Kincsem Nemzeti Kft. ügyvezetője, hogy az ügető szilveszterről beszéljünk, mert ez egy olyan esemény, amiről minden évben beszélni kell, egy kicsit előtte is, meg ha lehet utána is, mert egészen fantasztikus. Sajnos, ahogy nem tudtunk, én is köszöntöm a kedves nézőket, 20 év után volt az első év, hogy nem volt ügető szilveszter, az okát mindenki tudja, úgyhogy éppen ezért meg sokszorozódott erővel készülünk az idei esztendőre. És hát bízunk benne, hogy Petúr Andris, hogy rögtön belevágjak a közepébe az egyik címvédőnk, ezúttal is jól fog szerepelni, mert mégiscsak a sportévét képviseli, azt a televíziót, aki, hát lassan már azt kell, hogy mondjam, évtizedek óta a lóverseny egyik legnagyobb támogatója. Természetesen neki fogunk a legjobban szurkolni, de azért emellett sok minden más is lesz majd ezen a napon. Mikor kezdődik? Kicsit változtattunk a megszokott programon, méghozzá azért, mert szeretnénk kicsit az elején is agarazni, meg a végén is. Éppen ezért egy órakor kezdjük ezúttal a programot az agárversenyekkel, két órától jönnek az ügetőfutamok, és a tervek szerint este 7 óra után még két agárprogramot beteszünk az események közé és egy szokásos, én kicsit ebbe konzervatív vagyok még, hiátékkal fogjuk zárni a szilveszteri versenynapot, de természetesen lesz bulisátor, DJ smash és lesz rengeteg meglepetés, és egy, egy felejthetetlen hangulat. Képzeld, én életem első agárfutamán nyertem 450 forintot, mennyire népszerű most már az agárfutalmalóakhoz képest? Hát szilveszterkor szinte ugyanannyira, ugyanannyira mint a, a, lóverseny futamok, hiszen nagyon hasonlít az agárversenyzés a lóversenyhez, van hat induló, lehet tétre, helyre, befutóra, hányos játszani. Egy a különbség a zügető, illetve az agárversenyek között, hogy utóbbi lényegesen gyorsabban véget ér. Meg szerintem egy kicsit sokat mondóbbak a nevek, én ugyanis a név alapján választottam, és teljesen jól bejött, amit csináltam, mert hogy annyira jellemzőek voltak ezek a nevek ezekre az állatokra. ez csak azért mondom, mert mert annyiféleképpen meg lehet fogni ezt a programot, annyi mindenért lehet jönni, a versenyért, az ismerősökért, a szurkolás öröméért, azért, hogy egy kicsit játszál, azért, hogy egy kicsit egyél, mert hogy ez is egy nagyon komoly része a természetesen programnak. Természetesen gasztronómia, természetesen forralbor, te valami bődületes mennyiségi forralbor fogy, próbálunk itt is a minőségre figyelni. Csak a hideg Meg miatt, miatt van szerintem. Elképzelhető, de ez biztos, hogy növeli a hangulatot. Nekem Angliában volt ez a tapasztalatom, hogy, hogy mindig csodáltam, hogy, hogy, a nap végére milyen fergeteges hangulaton Aha. az angol pályák. Aha. Már kiderült, hogy ennek mi azok, hogy a nap elejétől kezdve próbálják magukat némi alkohollal serkenteni. És ez természetesen a játék kedvre és a jókedvre is pozitív hat. Most látunk képeket, amikből kiderül, hogy azért a gyerekeknek is érdemes erre a programra ellátogatni, nyilván nem a, az esti időszakban, hanem a lehető leghamarabb, mert Igen. nekik is van. Épp, ezért, épp ezért gondoltuk azt, hogy az elején is legyen egy kis agarazás, mert azért nem ugyanaz a 10-15 ezer ember van jelen egyszerre az ügető szilveszteren, hanem azért cserélődik a társaság. A nap első felében vannak általában talán a fiatalabbak, meg a kisebbek, és akkor utána jönnek az idősebbek. Nagyon idősebbekről nem beszélek, tehát azért ez mind a mai napig egy ilyen jó középkorosztálynak a, a, rendezvénye. Az egy más kérdés, hogy aki, aki egyetemista volt az 19 1990-es évek végén, 2000-es évek elején, az most már családanyaként, apaként gyerekekkel érkezik erre a rendezvényre, és valóban nagyon sok ilyennel találkozom. Két nagyon fontos dologról kell beszélnünk. Az egyik az, hogy van-e bármilyen korlátozás a Covid miatt, a másik pedig, hogy milyen belépőkkel kell számolni. Védettségigazolás, az, az nekünk lényegében május óta folyamatosan kötelező a rendezvényeken, így természetesen az ügető szilveszteren is. 3000 forint a, a, felnőtt, és a gyerek ifjúsági belépő az pedig 1000 forint lesz. Mi az a program, amit ajánlasz a középkorúaknak, mi az, amit a kicsiknek, mi az, amit azoknak, akik még soha nem jártak ilyen helyen, és mi az, amit azoknak, akik pedig rendszeresen jönnek? Igen, utóbbiakkal kezdeném. Akik rendszeresen jönnek, azoknak nem kell semmit ajánlani, mert tudják, hogy iszonyatosan nagy nyerési lehetőségek vannak, mert pont a laikusoknak köszönhetően több olyan olyan meglepetés ott is van, tehát olyan lovakra is játszanak, amik normál esetben nem biztos, hogy favoritnak számítanának, és ez pontosan érzik a profik, hogy ilyenkor milyen futamokban, milyen játéktípusokra kell koncentrálniuk, hogy a nép egy alapjáték minden futamban ott van a tét, hely befutó, illetve a hármas befutó, aztán váltanék a túloldalra a legkisebbeknek egyértelműen, hogy a, a, lovak az agarak látványát, valamint a póni lovaglást ajánlom, de azért ők jól szoktak bulizni, és most pont DJ smash látjuk azt a, azt a hihetetlen hangot, ami a bulisátorban uralkodik, szóval a középkorosztálynak meg mindent. Tehát ugye 18 évtől felfelé a játékot, mert azért a játékkal az igazi a lóverseny, és az nagyon növeli az élményt, és összességében mindenki jól fogja magát érezni, mert szerintem... Eleve már az az óriási szerencse, hogy mindenki úgy érkezik, hogy jól szeretné magát érezni. Uh -huh. És innentől kezdve nekünk csak a lehetőséget kell hozzá biztosítani. Mi az, amiben ez a rendezvény különbözik a többitől, amit az ügetőn azért az év különböző részeiben szerveztek? Hát leginkább attól, hogy hogy, hogy őrült sok néző van. Tehát még világviszonylatban is ez a 15-20 ezer néző, amit azért nyilván nem gondolom, hogy 2021-ben el fogunk érni, de 18-19-ben már 20 ezer körüli volt a nézőszámunk. Tehát ebben azért óriási különbség van, hogy, hogy full ház, sőt, dupla, dupla teltház előtt működünk ilyenkor. Ebben mindenképp hosszabb a rendezvényünk, több kísérő program van és, és az egésznek van egy, ilyen, egy buli, egy ilyen fesztivál hangulata és egy nap az élet hangulata, ami meg a december 31-e délutánjának köszönhető, és változatlanul leginkább a before ilyen bemelegítő partira használják a legtöbben. Tehát ahogy jól említetted az elején, jönnek társaságok, találkoznak és, és onnan mennek be az éjszakába. Voltak próbálkozások, hogy kicsit elnyújtsuk a, a végét, de az a tapasztalatom, hogy 7 óra után kezd már csökkenni az érdeklődés. A csúcspontja egyébként a rendezvénynek az, az olyan 4 és, és 6 óra között. Között van. Tehát na, akkor, a, 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 amikor a mozdulatlanság beáll a fogadó halba. Természetesen próbálunk most mindenre felkészülni, meg, meg figyelni a Covid miatt, de, de azért biztos, hogy lesznek tömegjelenetek ennek ellenére. Én fogom képviselni a laikusokat, jó, megyek az ügető szilveszterre, de nem szeretném azoknak a sikereit növelni, akik már tudják, hogy én is megyek, és laikusként majd biztos valami olyan dolgot fogok csinálni, amit nem kéne. Szóval mit ajánlasz agár és lóverseny tekintetében? Hát, hogy mindenképp egy turfot... Benfentes információt igen, szeretnék. A benfentes <há> információ annyira benfentes, hogy bent van a turfújságban. Az mindenképp kell, hogy vegyél egyet mert, mert nyilván az a Biblia, tehát abban van minden információ a lovakról, illetve az agarakról, és én azt gondolom, hogy figyelni kell a favoritokat, és az első három, négy esélyes közül ki kell választani egyet. Én legalábbis ezt szoktam csinálni, amikor külföldön laikusként jelenek meg egy lóversenyen, mert bármilyen hihetetlen, amikor mi kimegyünk, akkor nagyjából ugyanúgy viselkedünk, mint mikor a kincsemparba belép egy kívülálló, mert számunkra nagyon sokszor ott is ismeretlen lovasok, hajtók, illetve, vagy zsokék vannak, és akkor én mi például mindig ilyen, ilyen módszerrel szoktunk játszani, megnézzük az első három-négy esélyest, és azok közül kiválasztunk egy kedvencet. Itthon egyáltalán nem szoktál játszani? Itthon nem szoktam játszani. Úgy félig meddig homályosan fogalmaz a szabály, hogy most, nem mondjam, most játszhatnék, vagy nem játszhatnék, de itthon nem. Mi az, amivel kedvet csinálnál nekem, ha laikusként még nem döntöttem úgy, hogy ide megyek, és itt melegítek a szilveszterre? Hát én azt gondolom, hogy az a rendezvény, ami húsz év alatt a budapesti popkultúra része lett, és, 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 és ma a világ egyik legnagyobb ügető versenynapja és évről évre van rengeteg visszatérő vendégünk, és nagyon-nagyon és pozitíva -nagyon pozitív a visszajelzés. Nem hallottam ügető szilveszterről például még negatív kritikát. Ez önmagában szerintem már, már annyi pozitív, amit elmondtam, hogy ezek után mindenkinek ajánlom, hogy próbálja ki, és garantálom, hogy nem fog unatkozni. Nem lehet. Az ügető nem lehet unatkozni, a legrosszabb esetben eszik az ember. Tehát ez kizár dolog, hogy ott rosszul érezze magát. A hangulatról sokat elárul, hogy néhány évvel ezelőtt még kommentátorként dolgoztam egy ügető szilveszteren, olyan hatalmas köd volt, hogy nem láttunk semmit, csak a célányosből 30 métert, és lehet, hogy az egyik leghangulatosabb szilveszter volt, örjöngött a tömeg, a startól a célig, fogalma nem volt, mi zajlik a pályán, örültek, hogy mi látjuk, utólag mi se láttuk, csak azért mondtuk a magunkét. Szóval Szerintem egy kihagyhatatlan program, és, és mindenkinek merem bátran ajánlani, fiatalabbnak, idősebbnek, azt mindenképp javasolnám, hogy társasággal érkezzünk. Mert azért ez egy, ez egy igazi ilyen társasági rendezvény. Én azt láttam, hogy hihetetlenül színes a közönség, tehát hogy ott a sportolók, a művészek, a, a kicsik, a nagyok, az idősebbek, a fiatalabbak, mindenki ott van. Hát igen, és rendkívül, rendkívül örömteli volt, hogy, hogy igazi nagy ismert, elismert, valóban sportolók, színészek, közelti személyiségek, megbújva a tömegve, amiről utólag tudunk, tudunk csak információkat, vagy a Facebookon feltűnik mondjuk egy, 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 ismert modell, és, és kiderült, hogy kint volt a párjával az ügető szilveszteren, vagy a, vagy a legismertebb tévés szereplők közül rendszeresen megjelennek, és ez nem is a mi meghívásunk, mert van ugye egy, 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 része, aki jön eleve a futamok miatt, azért ott is rengeteg ismert arc van, de, de valóban nagyon sokan gondolják úgy, hogy, hogy az ügetőn kell zárni az évet. Hát ködöt nem kívánok azért, még akkor sem, hogyha ez egy hangulatfokozó dolog, de azt kívánom, hogy sikeres rendezvény legyen, és köszönöm szépen, hogy eljöttél, hogy erről beszélj. Én is köszönöm, hát köd ne legyen, mert a televízióban is azért fogjuk közvetíteni a sportévén, és azért ott valamit mutatnunk kell. Jó lesz. Köszönöm Gáljuk. szépen. Önöknek is köszönjük a figyelmet, viszontlátásra.